korlátlan szabda, ez a fizikai közelség magának az autósnak. Én ezt tudom és ezt mondom, de ez se nem rábeszélés, se nem lebeszélés a tisztelt lakóknak, ezt önök döntik el. Én ezt is elmondtam, hogy ez a 8 millió éves keret, ami van, én ebből még ebben a 13-as évben egy fillért nem töltöttem el. Ez egy bizony, ez igaz, hogy ez egy nagyobb méretű, nagyobb volumenű beruházás lenne, közel 1,5-2 millió forintos összegben, ha ez most itt megépül. Én azt is azért mondom, hogy ennyi biztosan lesz, mert egy darabot nem érdemes megépíteni ebben a Tompa-Mihály utcában, mert az nem fog meg semmi, meg fog egy szakasz, és kész. Tehát innét a kereszteződéstől föl a körforgalomig, minimum ahogy a közlekedési kormányzó Nagy Zsolt is elmondta, a városi kapitányság is kívánt az, hogy legalább 2-t, de inkább 3-at kellene beépíteni erre az útszakaszra, és hát ennek a költsége körülbelül pedig ez a 1,5-2 millió forintos összeg.